pénz, sok pénz, kis pénz. Sziasztok. Nem csak egy kis pénzt, milliárdos bevételt hoznak Andy Vajnának a kaszinói. Éppen 5 éve, hogy szinte egyik napról a másikra, országszerte betiltotta a játékgépeket a kormány, így ma már csak kaszinókban lehet ezekkel játszani. Kaszinója pedig Budapesten csak a filmügyi kormánybiztosnak van, szám szerint 5. Ezeket eddig két külön cég üzemeltette, de a Magyar Nemzet most megtudta, hogy a két vállalkozást szeptemberben összevonták. Azok alap szerint egyszerű, így jóval kevesebb adót kell majd fizetni. Úgy számolnak, ha Andy Vajna nem vonja össze a cégeit, a kaszinók összesen 22,6 milliárd forintos bevétele után 2,1 milliárd forint játékadó terhelte volna. Az összevonás után viszont csak 400 milliót kellene befizetnie, mert a kaszinó üzemeltető cégekre vonatkozó szabályozás miatt így jobban ki tudja használni a kedvezményeket. A Magyar Nemzet szerint Andy Vajna két kaszinó cége csak azután olvadhatott össze, hogy erre előzetesen engedélyt kapott Varga Mihály gazdasági minisztertől. Így megkerestük a gazdasági minisztérium, hogy megtudjuk, a miniszter miért járult hozzá a csaknem 2 milliárd forint adóbevétel kiesésével járó tranzakcióhoz, illetve egyáltalán tudott-e róla, milyen következményei lesznek a döntésének. A gazdasági minisztérium ezekre a kérdésekre nem válaszolt. Annyit írtak, hogy minden a törvényeknek megfelelően történt. Az LMP feljelentést fontolgat az ügyben. Ez mindenképpen felveti a hivatali visszaélés gyanúját, és felveti természetesen a hűtlen kezelés gyanúját is, hiszen ő egy olyan döntést hozott meg, amelyikkel gyakorlatilag jogosatlan előnyt ad egy piaci vállalkozásnak. Korábban Orbán Viktor még arról beszélt a Híradónak, azért jó, ha sikeresek a kaszinók, mert több pénzhez juthat az állam. Sok sikert kívánok mindenkinek, aki szerencsejátékkal foglalkozik, nagy profitot kívánok neki, hogy még több pénzt tudjon befizetni a magyar költségvetésbe. A gazdasági minisztérium pedig korábban azzal indokolta a kaszinó cégeknek nyújtott más kedvezményeket, hogy az így sikeresebbé váló vállalkozások adójából befolyó pénzt a gyermekétkeztetésre fordítják.